Kalinának az a rakétával, űrrel, csillagokkal, bolygókkal kapcsolatos késői munkáit tartalmazza. Ami itt látható, az gyakorlatilag egy plexi felület. Ő ezt különböző módon kezelte. Van, mikor ezt így simán áttetszőnek hagyta, illetve van ez a verzió, amikor a plexi felületet befestette. Tehát már nem átlátszó, már a plexi felület maga is vezérli a fényt. Ha közel megy a látogató, akkor az az érzésem, mintha víz lenne benne. Közben ez csak a különböző tárcsák, itt van, ahol 3-4 különböző tárcsa van egymás mögé rakva. Az első lap nem mozog, csak a hátsók forognak, ellentétes vagy hát általában ilyen ellentétes irányba. És ez nagyon lassú mozgás, ez előidéz olyan színkombinációkat, átfedéseket, amivel nagyon lassan és nagyon érzékenyen változik a kép. Jelen esetben Malina, amit itt látható a falon, ő ezt belterekbe gondolta, ezeket a műveket. De olyan céllal, hogy a fény és a fény jelensége és a vezérelt fényhatások és változó színhatásokkal ő meditatív, nyugtató, koncentrálást elősegítő hatást akart elérni. Egy karácsonyi villanykör vett az első alkalommal. Egyik kép mögé vannak festett részek is, illetve maguk a... Tehát vannak olyan filmek is, amivel az izzó fényét változtatni tudja, illetve maga a rács szerkezetet is festi. Szóval két különböző színezési technika van. Ezekben a konzolokban, ezeken a konzolokon lehet látni a hát ilyen szabadalmaztatott különböző rakéta motoroknak a modelljeit. Háború után Amerikába költözött német tudósok fejlesztették fel a rakétaipar. Ezzel szembe Malina és az egész csoport, akivel együtt dolgozott, már 1936-ban, amit itt is látható a képeken, kezdtek el kísérletezni. A McCarthy éra alatt, az akkor már Párizsban élő Malinát az FBI figyelés alá vette, és figyelte több évtizeden át, mert nagyon gyanús volt nekik egyrészt maga Malina és ez az egész csoport, akik a rakétafejlesztéssel foglalkoztak. Egy komoly 400 oldalas autócsomag van az FBI-nál és a CIA-nél, és ebből a részleteket mutatjuk be. Ott van egy képernyő, és azon lehet navigálni a részleteket.